A műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! A Nemzetgazdasági Minisztérium előtt ismét tüntetnek az internetadó ellen. A szervezők békés tiltakozást kértek a közösségi oldalakon a résztvevőktől, miután a vasárnapi demonstráció után 10 millió forintos kárt okoztak a Lendvai utcai Fidesz székházra támadó tiltakozók. Ott van a helyszínen kollégánk Mihalek Sándor, szervusz! Mi történt eddig, és mi a mai várható forgatókönyv? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Most folyamatosan érkeznek ide a demonstrálók a József Nádor térre, ahogy láthatják ezúttal is a vasárnapi forgatókönyvnek megfelelően a pénzügyi, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium bejárata mellett helyezték el azt a színpadot, amelyen ezúttal nem a szervezőként jelenlévő Gulyás Balázs fog beszélni, hanem Váradi Zsolt, az IVIV alapítója fogja elmondani azt a tiltakozó petíciót, amelyet a szervezők felolvasnak, és hogy hallhatják, ezúttal is vannak olyanok, akik megpróbálják elmondani véleményüket. Természetesen a mai programról is ejtsünk néhány szót. Váradi Zsolt beszéde után a mai napon is lesz vonulásos demonstráció, és a demonstrálók átvonulnak Budára a Clark Ádám térre, azonban nem a Lánchídon teszik meg mindezt, hanem az Asztória irányába vonulnak, illetőleg az Erzsébet hídon mennek át Budára, és ott a Lánchíd utca érintésével jutnak el a Clark Ádám térre a tervek szerint. Egyébként még egy érdekesség, hogy várhatóan a mai demonstráción itt lesz majd Rózsa Milának, itt a mai este folyamán ki engednek a fogdából, legalábbis ilyen információkat erősített meg az ügyészség, ugyanis őt nem tartják fogva a továbbiakban, nem tartják ezt indokoltnak, és a szervezők őt is ide várják a térre, illetőleg várják a mai rendezvényre. Egyébként főleg magánszemélyeket láttam itt a tömegben a gyülekező alkalmával, egy-két ismertebb arc tűnt fel a tömegben, mint például Demszki Gábor, ugye, aki vasárnap is ott volt a Lendvai utca székház ostromán, hogyha használhatom ezt a kifejezést, illetve láttuk például Déri Balást, ugye, aki korábban az MSZP kommunikációs igazgatója volt, de a tömegben feltűnt például a Tomcat néven ismert blogger is. Nos, tehát egyelőre ennyit én a helyszínről, folyamatosan gyülekeznek a demonstrálók, és hamarosan kezdődik az előre meghirdetett program. A szót visszaadom a stúdiónak. Sándor, láttál-e a tiltakozóknál ezúttal is informatikai eszközöket, ugye, mint legutóbb, amelyekkel dobálózni, kárt okozni lehet esetleg? Volt erre felhívás, hogy ismét hozzanak ilyeneket? Nem, egyelőre szervezett felhívást senki nem intézett a gyülekezőkhöz, és egyelőre nem is láttam ilyen eszközöket mindazoknál, akik ide érkeztek a József Nádor térre. Mihalek Sándor, köszönjük, várjuk a későbbi tudósításaidat.